Boltosok, pincérek, szakácsok, többek között ők azok, akiknek a fizetése még mindig le van maradva a külföldi bérekhez képest, hiába voltak jelentős béremelések az utóbbi években. Ezt mondja Fischer Sándor, a Tolna megyei kereskedelmi és iparkamara elnöke, a friss KSH adatokra reagálva. A statisztika szerint májusban a bruttó és nettó átlagkeresetek egyaránt több mint 11%-kal voltak magasabbak az egy évvel korábbiaknál. Az áprilisi 9% után ismét kétszámjegyű volt a növekedés. Ha pedig az év első 5 hónapját nézzük, akkor is több mint 10%-os a fizetések emelkedése. Tolna megye bérhelyzete azonban némileg másképet mutat, mint az országos statisztika. Tolna megye gyakorlatilag, ha nem is az élbolyban, de a középmezőnyben tartozik. Dél-Dunántúlon nálunk a legmagasabbak a bérek, most már hagyományosan, tehát jobb helyzetben vagyunk, mint a környező megyék, de természetesen az országos átlaghoz lemaradva. A Tolna megyei kereskedelmi és iparkamara elnöke úgy látja, bizonyos szakmákban, elsősorban az energiaipar és a pénzügy szolgáltatás területén magasak a bérek a megyében. A többi terület azonban le van szakadva az országos átlaghoz képest. Fischer Sándor szerint az építőiparban azonban jelentős béremeléseket hajtottak végre a vállalkozások, mert rájöttek, hogy a növekvő megrendeléseket nem tudják teljesíteni dolgozó nélkül. A 2008-as válságban csomó ember elhagyta itt az építőipart, ezek kimentek külföldre, versenyképes béreket kellett most adniuk az építőipari vállalkozóknak, hiszen nagyon nagyok a megrendelések, évente ilyen egynegyedével, egyharmadával nő a megrendelési állomány, ezt csak úgy lehet kivédeni, hogyha béreket emelnek. Elemzők szerint, bár némileg csökkent a munkaerőhiány országszerte, még mindig vannak olyan területek, ahol hiányoznak a szakemberek, ez pedig az átlagbérek 10% feletti emelkedését vonja maga után 2019-ben.